Ezt a házat sikerült a tűzoltóknak megmenteniük, a háromlakásos társasház nagy része azonban a több méteres lángok martalékává vált. A tűzoltók munkáját nehezítette a hatalmas füst és a vízhiány is. Nagy vízmennyiség kellett nekünk, főleg az oltás első felében, így a messzebb lévő autópálya mellett lévő üzemanyaghúton van tűzcsaprendszer, és onnan hordják távolsági visszaállítással a vizet. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a helyszínre, az oltáshoz Érdről is érkezett egy visszaállító autó, emellett a székesfehérvári szervezet három fecskendője és a velencei, valamint a pázmádi önkéntesek vettek részt a munkában. Este 9 óra után érkezett a jelzés a székesfehérvári tűzoltóságra, hogy egy háromlakásos társasház ég. Most 10:45 múlt, a tűzoltók még mindig rendületlenül dolgoznak, füstöl nagyon a ház, és még az is előfordulhat, hogy le kell bontani az épületet. A ház további sorsáról egyelőre nem született döntés, a tűzoltók több mint 6 órán át dolgoztak. 8 éltek ebben a házban, közülük 2 embert szállítottak a mentők kórházba. Egyelőre 2 személy került kórházba, enyhén füstmérgezéssel, meg ilyen idegkimerültséggel, nem súlyos az állapota egyiküknek se. A belélegzett füsttől rosszul lett a Velencei Tűzoltó Egyesület egyik önkéntese is, őt is kórházba vitték, de az éjszakát már otthonában töltötte. A tűz az elsődleges információk szerint a náttetőn egy a kéményből kiáramló szikra miatt keletkezett. A háromlakásos társasház beépített tetőtere teljesen megsemmisült.